újra hírkvíz. Egy-egy az állás eddig, úgyhogy nézzük a pontversenyt. Azért nézek arra, mert felraktunk egy kamerát, úgyhogy a Youtube-on keresztül is lehet majd látni. És visszatérünk egy régi hagyományhoz, euh, cukorért játszunk. Na, a király helyes. Úgyhogy... Motiváció Akarod tesztelni megvan. először? Aha, kéket. Az abban meg vagyok fázva, így hogy eszek, betömöm a másik légzőnyílásomat is. <laughs> Na jó, akkor kezdem én. Jó, figyelek. Ugye úgy szokott lenni, hogy csütörtöközés pénteke. Bocsánat. Csütörtöközés és szombathoz kapcsolódóan is azok mindig történelmi érdekességet, mert hogy csütörtökön hallhatják azok az adást először, akik Patreonon támogatnak minket, szombaton pedig mindenki más. Mehet? Abszolút. Január 12-e, csütörtök, a világ első nyilvános rádió közvetítése 1910. január 13-án volt, méghozzá a New Yorki Metropolitan Operából, hála Lee de Forestnek, akit a rádió atyaként tartanak számon, sőt, igazság szerint már ő is így hivatkozott magára. Igen, ám csak, hogy már két évvel és egy nappal korábban, tehát 1908. január 12-én is sugárzott valahonnan az úriember fonográfról opera felvételt. Hopp, ez egy gerilla akció volt? Hát nem, nyilván előkísérleteket végzett. Ezt nem tekinti klasszikus értelemben vett sugárzásnak, mert ekkor vevőkészülékek még nem igazán voltak a nagy közönségnél, de amatőrök simán vehették az adást. Mit használt adótoronynak? Na, Ugye akkoriban még a rádió adótorony építő ipar nem, nem virágzott fel. A. Egy forgalomból kivont óceánjáró gőzös vaskéményét, a Golden Gate híd egyik épülő pilonját, vagy az Eiffel tornyot. Nem hiszed el, de az Eiffel jutott be, vagy ugrott be először, mikor ahogy ezt föltetett a kérdés, pedig sose hallottam még erről. Az Eiffel toronyról Párizsban <tos> van. <tos> 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 de azért végig gondoljuk. Mi volt Golden Gate, ugye azt mondtad még? Az ha egy... egy amerikai fickóról van szó, egy óceánjáró gőzösnek a vaskéményét használta, ugye egy nagy fém cucra volt igen. szüksége. A Golden Gate híd egyik épülő pilonyát, vagy pedig az Eiffel tornyot. És a kérdés, ez a 12-i sugárzása vonatkozik. január 12 Különbözött egyébként a következő napitól? Vagy Két még... évvel később volt a következő. Vagy hogy... Igen, igen különbözött. Igen, igen. Jó, Öh, hát nem hiszem, hogy jó nem, hiszem, nem hiszem, hogy Párizsba ment ezért Vagy hát nem tudom hát, Miért ne? Maga ez a gőzhajónak a szépen, a... Ez jutott eszedbe először mondjuk. Igen, de nem merem megjelölni mégse Ez a Golden Gate híd, akkor már tetszik De nekem ellenére megjelölöm az Eiffel-tornyot szerintem Jó, hát Megjelölted az eiffel de most már számoljuk a pontokat, nem lehet elhülyéskedni. Megjelölte. Nem, nem. De, nem. Megjelöltem. megjelöltem. Hát, jó, megjelöltem. Tudom, hogy a megjelölted. Igen, igen. Na figyelj, uh, azt, hogy egy óceánjáró gőzös vaskéményét használta, azt kitaláltam. Igen. A Golden Gate híd épülő pilonyát Használhatta volna, hogyha mondjuk 33 után kezd a kísérletekbe, ugyanis akkor kezdték építeni a Golden gate Fifikás, fifikás. Úgyhogy <haz> Úgy, az Eiffel torony volt aki kiszemelt. Egyébként olvastam valahol, és ezt nyugodtan megerősít, megerősíthetitek ti hallgatók, vagy akik a Youtube-on néztek, akik járatosabbak vagytok a rádiózás történetében, hogy állítólag ez hozzájárult ahhoz, hogy az Eiffel tornyot mégsem bontották le. Ugyanis amikor uh, felismerték annak a jelentőségét, hogy milyen jó, hogy van egy ilyen Aha. nagy vas, kolosszus, uh, amit lehet aztán használni a háborúban is. Uh, de ezt a mai napon biztos, használják ki, uh, Akkor ez, ez azért felértékelődött a helyzete, ugye ezt csak ideiglenesre tervezték a világkiállításra, de... Igen, Igen részben ennek is köszönhető, hogy ez megmaradt. Nem tudtam, hogy le akarták bontani, de hát akkor no, rádiózásnak köszönhetjük. Akkor jár egy pont. Köszönöm jár egy szépen. Én ezt elrakom később, mert ha elkezdem most betolni, akkor nem fogok levegőhöz jutni, és akkor vége lesz mindennek. Úgyhogy, Megeszem helyettet szívesen. Nem azért az túlzás. Akkor két pontod van a múltkorival együtt. Jön az én kérdésem. A, kérdésem. a Scientific Reports-ban jelent meg egy érdekes cikk napokban, legalábbis számomra, reméljük te is így fogod ezt találni. Kutatók az Alzheimer kornak a kezelésére fejlesztenek ilyen-olyan gyógyszereket. De ez ki... hanyadik Alzheimer-es kérdésed? Tehát... Ezt sokat foglalkoznak fel. Egyébként ilyen exaktul, ez az első. És véletlenül kiderült, hogy a használt gyógyszer valami más dologra is jó. Kérdés, hogy mire? A. Úgy tűnik, hogy a fogak regenerációját okozza, úgy működik, hogy ezt az anyagot a fogpulpa belsejébe juttatják, ami ott aktiválja bizonyos ősejteket, és ez indukál egy dentin képződést a fog körül, így kvázi nem kell Jó, nézzük ködni. a valós választ. A valós válasz a B, ami pedig az, hogy a haj növekedését segíti elő. Véletlenül jöttek rá szintén erre is, mert a kutatást végző, vagy vezető Paul Sharp, egyébként kopasz figura, mert én most is kopasz vagy csak, amikor elkezdte a kutatást? most, hát... Azóta van egy kis változás. Egereken vizsgálta a szörhullást, de valahogy összekeverte a használt anyagokat, és kiderült, hogy ez a gyógyszer alkalmas arra, hogy gyorsabban növesze vissza az állatokon a szört, vagy pedig a C. A körmök újra növesztésében segít. Szerintem neked is előfordult már ilyen, hogyha megütötted valahogy a köröm ágyadat főleg, és elég erősen, akkor leesik a köröm, és az újra képződő kevésbé esztétikus, mint, a, mint, az eredeti. Na ezt orvosolja ez a gyógyszer, ennek hatására ö, hasonlóan szép ö, küllemű körmök tudnak nőni, mint eredetileg. Ó a francba! Megjelöltem volna a hajnövesztés, mert valami, valami rémlik, hogy volt valami szer, amit másra fejlesztettek ki, de kiderült, hogy viszonylag jól működik ilyen haj regenerációnál. Viszont azért zárom ki így kapásból, mert hogy a köröm meg a haj lényegében, ugye mind a kettő keratin, akkor lehet, hogy itt, itt ezek összefüggnek, tehát nem, nem, lehet kettő helyes. Aha, érdekes gondolat. És akkor a fogas lenne, de a fog regenerációról még nem Az hallgattam. ez elég fura, nem. Elég fura, de, de szerintem ez megütné a, fülemet jobban, hogyha ez lenne. Te nem akkor passzolsz, Laci? De van, van itt egy kis kopi so sokszor éget, nem tudod. Um... Valamit mondani kell. Tehát köröm... Basszus. Köröm, haj vagy fog? Fogas kérdés, nem? Az a baj, hogy most már a fogas jelölném meg, de valamiért, mivel először a haj jutott az eszembe, Nekem is rémlik nem. valami, aminél valamire fejlesztették, de hajnövesztő lett a végén belőle. De hogy ez volt-e az... Hát kiderül, hogy lesz a pontom, a hajat megjelölöm. Jó, tehát B a hajnövekedését segít elő. Sajnos a fog. Ne! <laughs> Sajnos a fog. Én is ilyen kikerekedett szemekkel néztem egyébként ma a számítógép képernyőjét, mikor ezt olvastam. Egyébként elég sok helyen megjelent ez, és így van. Igaz, hogy még emberekben nem vizsgálták, először egereken tesztelték ezt a dolgot. De azoknak um, meg amúgy is nő folyamatosan, nem? Tehát így. Nem, 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 nem. De bizhatóak nagyon de, de, de. egyébként a, a kísérletek, úgyhogy lehet, hogy lesz ilyen fogregenerációs, akármicsoda. És akkor Ez elfelejtetjük király. a fúrást a fogorvosnál végre. Bár én annyira nem írtózok tőle, de... Ez király. Adom. Jó. No, akkor uh, ilyenkor jön majd az a rész a podcastben, amikor visszakapcsoljuk azt a beszélgetést, amit Farkas Alexandrával csináltunk. Eszméletlen jó az a műsor, hallgassátok meg. Nagyon izgalmas dolgokról beszélt. Abszolút. Fénypolarizációhoz fény polarizációhoz kapcsolódó dolgokról. Bögőkaszáról. Hogyan fejlesztettek ki napelemes bögőkaszát, meg a vikingek hogyan tájékozódhattak különböző kristályok segítségével, meg hogyan menték meg a dunavirágokat. A kérészeket attól, meg hogy Ignóba. az aszfaltra petézzenek, illetve uh, Alexandra annak a kutatócsoportnak a tagja, aki egyébként Ignóbel díjat is kapott tavaly. Úgyhogy hallgassátok meg, mi pedig most uh, folytatjuk a hírkvist. Én jövök megint. Igen. Uh, január 14-e a következő dátum, ugye ez a szombat, ekkor megy ki a podcast adásunk a nagy közönség számára. 1898. január 14-ét böngésztem, és alig találtam valamit. Viszont a a halálesetek között nem. volt két név. Ó, ignóbát kapott, mert nem, az, egy egyik, az egyik Louis Carroll. Igen. Rémlik a név. Tudod, Aliz csodaországban, Aliz tükörországban ilyenek. A másik pedig Charles Doxon. Ez rémlik? Ez már kevésbé. Na, nekem sem rém lett. Kiderült, hogy ő többek között matematikával foglalkozott, azon belül is lineáris algebrával, illetve nagyon sok matematikai logikával. Tucatnyi matematikai könyve jelent meg, köztük jó pár fejtörőkre építő is, és van itt azért kapcsolat Louis Carroll meg közte. A kérdés, hogy micsoda? Biztos patások voltak az egyetemek. Ezt nem mertem beleírni. <laughs> <laughs> Aha, nyilván ez az igaz. Egy napon haltak meg, és minden áron keresni akartam valami kapcsolatot közöttük, úgyhogy <laughs> <Jó, gül> úgy, beleraktam a hírkvízbe. B. Ennél azért több volt, jó barátok voltak. volt nagyban is lették Doxon logikával foglalkozó munkái. Ha olvasod az Alice csoda országban, akkor nem véletlenül ilyen elborult, tehát ebből igen. lehet erre következtetni. Nem, még ennél is több kapcsolat van közöttük, tulajdonképpen ez egy és ugyanaz a személy, mert hogy Doxonnak az írója elneve Louis Carroll. Na jó, az elsőt kizárom, azért ez <laughs> csak nem vagy ennyire, csak nem vagy ennyire vicces. Leszik még nem ismer. <laughs> Ö, ez az... Mi áll, a má második? Mi, az második második ilyeneket, elégetsz, vagy a harmadikon az ír ilyeneket hagyalni? Az, az még lehet a harmadik, az a legszimpatikusabb, a másodikat gyorsan még egyszer el. Reggéled. Hát, hogy jó barátok voltak, és nagyon gyakran találkoztak, meg nagyon sokszor. De is éneket cseréltek, meg ilyesmi. Hát ezt nem tudom, de Luis-ről, hol elég sok történet kering. Igen. Ö... Ne, nem tudok róla sokat. Várjunk csak. Az elsőt azt kizártad, ugye? Az elsőt azt igen. Biztos. Hiba volt? Hát azért, mert én most nekem eszembe jutott valami, egyszer csináltam egy kis előadást, aminek a végén aminek a végén szerepelt, azt hiszem pont ő, a migrén, a migrénről volt szó benne, és hogy... Együtt, ő... együtt volt említve egy matematikussal, aki én nagyon erősen fejtörőkben utazott? Nem, Ezt próbálnak felidézni. Erre nem emlékszem, de csak kicsit próbálom magam közelebb evickelni a válaszhoz. Vagy csak az első lenne a jó. Nekem ez az álnéve szimpatikus, én megjelölöm azt. Szerintem álnével írogatott. Hát valóban ez a két név együtt szerepel a halottak között. Egyébként olyannyira nem ismertem ezt a fickót, hogy nem is vagyok benne biztos, hogy jól lejtem ki a nevét, tehát nagyon, furán van írva. De Charles Lutwidge Daxon, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. Na mindegy. A világos semmi összefüggést nincs köztük. Nem, van, van, összefüggés. Tény, hogy a Louis Carroll munkákban nagyon gyakran felbukkannak Daxonnak a munkái, de lehet, hogy nem véletlenül választotta a Louis Carroll írói elnevet, mert sokkal könnyebb kiejteni. Tehát akkor igaz? Igaz! Úgyhogy Louis Carroll írói álneve, tessék. Köszönöm. Várja, várja, ezt így hanyagabb mozdulattal akartam oda dobni neked. No, hát köszönöm szépen, nem kell egy jó, jó Két egy pontot van nekem nulla ebben az adásban. Ez azt jelenti, hogy az idén eddig három 1 vezet. igen. Be akarom tartani ezt a jó formámat, úgyhogy. Ö, kicsit bajba voltam a második kérdésemmel. Bár egy nagyon érdekes, Én érdekes témát találtam, de nem tudom, hogy... Na mindegy, meglátjuk. Annyira nem hosszú. <hah> Németországban egy új kezdeményezés alakult arra, hogy rekonstruálják az életrajzát annak a több mint 200 ezer áldozatnak, akiket valamilyen ö, agykutatási célnal öltek meg a második világháború idején, oh. amikor a náci ilyen-ilyen, vagy ilyen-olyan koholt, nem tudom, indokokat kerestek arra, hogy vizsgálnak embereket. És van a Max Planck társaság, ami kiírt egy ilyen, Dolgot, hogy négy független kutatót engednek be majd az ő archívumukba, Aha. ahol uh, olvasgathatnak, szövet mintákat, nézegethetnek, mindenféle egyéb adatokat is uh, végigböngészhetnek. A projekt lényege, hogy a társaság morális felelősséget váll vállaljon az elődje a Kaiser Wilhelm társaság által elkövetett etikai vagy etikátlan kutatásokért. Aha. Um, az a kérdés, hogy ezek az áldozatok, akiket ilyen agykutatási, hát koholt célokkal uh, öltek meg annó, milyen, kik voltak ők? Á. Mindjárt mondod, Igen? viszont erről jut eszembe, kis reklám. Sokszor beszéltünk a ról itt ebben a podcastben is, egy eszméletlen jó podcast, a National Public Radio csinálja Amerikában, vagy annak a keretei között működik, és most jelent meg tavaly végén egy három részes sorozat az a orvoslás Igen? Hátulütőiről, tehát Bad Medicine, ez a sorozatnak a címe, eszméletlen jó, és ott nagyon izgalmas ilyen etikai kérdésekről is szó volt. Erről pont nem csak hirtelen szembe jutott. Nagyon érdekes a cikk, egyébként a Science oldalán találtam egy elég hosszú értekezés erről, na de akkor sorolom a válaszokat. Tehát kérdés, hogy az áldozatok nagy része ki volt? A. Zsidók, B. Homoszexuálisok, vagy pedig C. Mentálisan sérült fogyatékos emberek. Nem egyszerű kérdés. Nem egyszerű kérdés, és kapásból azt mondanám, hogy zsidók, mert hogy tök egyértelműen az lenne. De mivel agykutatási célokat mondtál, és ugye mind a három csoport azért eléggé keresztüzében volt a... Igen, 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 igen. Náci Németország... Kutatási szokásainak. Igen, így is lehet fogalmazni. De mivel agykutatásról volt szó, ezért én mégis lehet, hogy a C-t jelölöm meg, mert, mert ez egy gondolkodhattak úgy, hogy ez kettős célokat is szolgálhat akár. -e? Uh -huh. Bármennyire is etikátlan, és... Tehát C, mentálisan sérült folyatékos emberek agyait gyűjtötték be főleg. Szerintem igen. Jó, a válasz helyes. Ah, van egy, már hogy nem, nem annak örülök, mert ez szerintem borzalmas téma. Persze, éma, persze, de... Egyébként nagyon érdekes dolgok vannak a címe, persze majd belinkeljük. Például egy olyat is olvastam, hogy <coughs> enne, ezen felbúzdulva még valamikor a azt hiszem, 90 es éveknek a végén volt egy ilyen mozgalom, hogy begyűjtötték, nem tudom, akkor is több százezer ilyen agy szeleteket, mintákat, és ezeket Aha. eltemették a nem tudom, 39 és 44 között oda került mintákat egy, nem tudom, egy nagy temető egy ceremónia is volt, és akkor ezzel is tisztelegve az áldozatok emléke előtt. Um, ja, de érdekes mindenképp. Ez elég, elég, borzalmas. Elég borzalmas, igen, igen. Na de, kicsit Na jó. vidámabb vizekre terelve a dolgot. Kettő egyre nyertem. Kettő egyre nyertél, és az idén eddig három egy az állása teje javadra. Helyes, 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 szuper. Mert hogy tavaly nem néztük, hogy melyikünk nyer, mindig elfelejtettük az adás végén, volt, hogy még abban az adásban is, hogy ki kapta a pontot, úgyhogy az idén újévi fogadalmunk, hogy precízen számoljuk. Úgyhogy a pontversenyt egyelőre Habci vezeti. No, várjuk a visszajelzéseiteket az adással kapcsolatban, akár a Youtube-on ez alatt a kis videófelvétel alatt, akár pedig a podcastünkhöz kapcsolódóan. Ja, egyébként ma kaptam egy telefont az egyik hallgatónktól. Na, és lenyomozta a számomat, mondjuk gondolom annyira nem volt nehéz, de lenyomozta a számomat, és felhívott, hogy, hogy ajánlana nekünk egy témát. Egy Nem. nagyon izgalmas, inkább gazdasági jellegű téma, de, de baj, lehet, hogy fogunk vele foglalkozni, mert nagyon izgalmas. Tök jó. Úgyhogy írjátok meg, milyen témákról szeretnétek hallani, kiket hívjunk meg vendégnek, milyen javaslatotok van a műsorral kapcsolatban, nagyon kíváncsian várjuk a véleményeiteket. És ti vagytok a legjobb közönség. közönség. Már csak azért is, mert megnéztem most a statisztikát, től mi a leghallgatottabb adásunk? Én is megnéztem, az oktatásos. A jó oktatás titka. Ja. Szerintem mire ez kimegy, 3000 körül lesz csak a Soundcloudon, ebben nincsenek benne a letöltések, illetve a appon a, 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 a keresztüli hallgatásoknak egy jó része. A második a a helyzet pornós. a pornós. Tehát szerintem mi vagyunk az egyetlen olyan csatorna, ahol jobban működik clickbaitként az oktatás, mint a pornográfia. Úgyhogy ti vagytok a legnagyszerűbb közönség, komolyan. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy nektek csinálhatjuk a műsort. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Facebookon, Youtube-on és Instagramon is. És jövő héten jövünk újra. Sziasztok! Sziasztok!